Nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, fő témáim néhány mondat van. Digitális állampolgár program már lehet előregisztrálni a kormányablakokban. Biztonságos ügyintézés a NAV-nál, PIN kóddal védik az infovonalon érdeklődő ügyfeleket. Figyelem az utakon, zajlik az őzek násza, a balesetek nagy része pályázási időszakban történik. Báb térkép, a Szatmár Németi Brigádot báb tagozat alkotásai a Bóvitában. Nem kell igazolvány vagy egyéb személyi okmány szeptembertől egy rendőrségi igazoltatáskor, ha regisztrálunk a digitális állampolgár program keretében valamelyik kormányablakban. Egy telefonos alkalmazással egyszerűen és gyorsan igazolhatjuk magunkat a virtuális térben létrehozott profilunkkal. A lehetőségre már most előregisztrálhatunk, és szeptembertől élvezhetjük a rendszer előnyeit, tudtuk meg a Baranya vármegyei kormányhivatalban. Ez az az oldal a neten, ahol a digitális állampolgárságról többet megtudhatunk. Az információk mellett innen letölthető a mobilunkra az az alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy például fizikai iratok nélkül igazolhassuk magunkat rendőri ellenőrzéskor. A rendszert szeptemberben élesítik, akkortól lehet majd hivatalosan is használni ezt a virtuális megoldást. De már most jelentkezhetünk, előregisztrációt csinálhatunk, hogy legyen majd érvényes profilunk, mondja a Baranyai kormányhivatal főigazgatója. Mi kell az előregisztrációhoz? Kell egy felhasználói profilt létrehozni, ehhez kell egy mobiltelefon, amely erre alkalmas, tehát egy úgynevezett okostelefon, egy személyigazolvány, az okostelefonhoz mobil internet szükséges, és ezzel most az egyszer be kell menni a kormányablakba, később már nem. Tehát, hogy ez az előregisztráció, ez a kormányablakban egy személyes megjelenést követel, igényel, de azt követően már erre nem lesz szükség. A kollégák a kormányablakokban egész nyáron fogadják az ügyfeleket, és segítenek természetesen. Akár az alkalmazás letöltésében, akár a profil létrehozásában. A korhatár 14 év, aki ezt betöltötte, élhet a digitális állampolgár lehetőségével, mondja a főigazgató. Szeptembertől egészen biztos már, hogy egy rendőri igazoltatás során ennek a profilnak a meglétével tudjuk majd igazolni magunkat. Ezt azért is fogjuk tudni megtenni, mert az összes személyi okmányunk ebben az alkalmazásban szerepelni fog. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a személyi okmányok érvényessége az feltétel, tehát amennyiben egy személyigazolvány, egy jogosítvány lejár, akkor ezt természetesen hosszabbítani kell a megszokott módon még egyelőre, de amennyiben érvényes okmányokkal rendelkezünk, akkor ezek megjelennek ezen az oldalon. Ezeket le is tudjuk tölteni hiteles formában erről az oldalról, ha valamilyen ügyintézésnél kérik ezt tőlünk. A funkciók folyamatosan bővülnek majd a rendszer indulása után, mondja Müllerné dr. Juhos Bernadett. Aláírni is fogunk tudni ezzel az alkalmazással, erkölcsi bizonyítványt tudunk igényelni. Ezek lesznek az első lehetőségeink szeptembertől, majd pedig ezt fokozatosan kiterjesztik. Az állami felületekre a QR kód segítségével azonnal be tudunk lépni, tehát nem kell felhasználó név és jelszó. Ez megkönnyíti, ahogy említettem, az egészségügyi alkalmazások elérhetőek lesznek. A magyarország.hu, illetve a személyi jövedelemadó oldalra is egy kattintással be fogunk tudni már lépni mondjuk jövő tavasszal, vagy akár bármelyik nap. A piaci szereplők is nyitottak erre, így valószínűleg egyéb helyekre is be tudunk majd így jutni a szakember szerint. A digitális állampolgárságról a dap.gov.hu oldalon talál mindenki további információkat. A főigazgató azt tanácsolja, hogy aki szeretne digitális állampolgárságot a virtuális térben, még most szeptember előtt előregisztrációval ezt kényelmesen megteheti a kormányablakok valamelyikében. A NAV infóvonal kényelmes ügyintézést tesz lehetővé, akár nyaralás alatt is. Egyetlen számtalan ügyintézési lehetőség, mondja a rendszerről az adóhivatal baranyai szóvivője. Az adataink biztonságát pedig külön kód védi, így nem kerülhet illetéktelen kezekbe. Üdvözöljük! Ön a Nemzeti Adó és Vámhivatal telefonos tájékoztató és ügyintéző rendszerét hívta.
Biztonságos a NAV infóvonala, ugyanis a 1819-es számon olyan jelszót használhatnak az ügyfelek, ami segít a személyes beazonosításban. Így illetéktelenek nem jutnak információkhoz, mondja a Baranyai sajtóreferens. A rendszer használatához PIN-kód szükséges, ez egy véletlenszerűen megképzett 4 számból álló számjegysor. Ez azért szükséges, hogy az adóazonosító mellett ezzel lehet azonosítani az adózót. Tehát az adózó érdekében, az adatainak a védelme érdekében szükséges ezt a PIN-kódot megigényelni a TEL elnevezésű nyomtatványon. Ezt meg lehet tenni online is, de meg lehet tenni személyesen is, bármelyik ügyfélszolgálaton. A beazonosítás folyamata nem bonyolult, mindenki tudja használni, mondja Barlai Krisztina. Ha az ügyfélnek van PIN-kódja, akkor a 18-19-es rendszerben a 2-es menüpontban éri el ezeket a NAV szolgáltatásokat. Tehát először be kell azonosítani az ügyfelet, és utána elérhető ez a sokféle szolgáltatás. Szinte az összes NAV által nyújtott szolgáltatás elérhető így, akár külföldről is. Ezért nem kell személyesen felkeresni a hivatalt nyáron, a nagy melegben, vagy éppen nyaralás alatt is elintézhetjük a halaszthatatlan ügyeinket. A 1819-es infóvonal 2-es menüpontjában PIN-kód segítségével elérhető például olyan szolgáltatások, mint az adategyeztetés, az adószámla egyeztetése, az adózóról nyilvántartott adatok egyeztetése, valamint például adó- vagy jövedelmigazolást is tudnak igényelni az adózók. Barlai Krisztina elmondta, még folyamatosan növekszik a szolgáltatást használó adózók száma. Leginkább bevallásjavításra, adószámlaegyeztetésre és adategyeztetésre használják a rendszert. Rövid híreink következnek. Vizsgálat indult a Pécsi Városházán azután, hogy egy ellenzéki képviselő levelezése kikerült egy baloldali propagandához, ahol aztán a levél tartalmát felhasználták, eltorzítva annak jelentését és célját. A vizsgálat megállapította, számolt be a BAMA, hogy a Városházán megsértették a hivatali adatkezelési szabályokat. Az viszont nem derült ki, hogy miként jutottak illetéktelen személyekhez a képviselő levelében foglaltak. A vizsgálat során megkérdezett városházi dolgozók nem tudták ugyanis feleleveníteni azt, hogy az ügy mely szakaszában férhetett hozzá valaki a levelezéshez, aki aztán ezzel vissza is élt, áll a dokumentumban. Elektromos csuklós autóbuszt tesztelhetünk Pécset. BYD csuklós autóbuszt tesztel a Tükebusz ZRT a pécsi közösségi közlekedésben, közölte a társaság. A tesztelést augusztus 2-ától 11-ig végzik. A Pécsre érkező járművet az Uránvárosból induló 2-es és 2A járatokon próbálhatják ki a tesztidőszakban az utasok. A gyártó szerint az autóbusz hatótávolsága elérheti a 420 kilométert. A Magyarországon gyártott csuklós BYD felszereltsége magas minőségérzetet biztosít az utastérben is. A nagy részt 2 plusz 2-es soros ülésrendszerezésű járműben fahatású padló burkolat és szálcsiszolt kapaszkodók fokozzák a komfortos utazást. Augusztus 3-a munkanap, ennek ellenére Pécsett a szombati parkolási rend szerint kell parkolási díjat fizetni a parkolózónák területén, tájékoztatott a városüzemeltetési cég. Az 1-es díjzóna és a 2-es zóna C-szektorának területén szombaton 7 és 13 óra között kell parkolási díjat fizetni. A forgalom csillapított övezetekbe a történő behajtás és a közterületi várakozás ezen időszak alatt is engedélyhez kötött. Javában zajlik és heteken át tart még az űzek násza. Az üzekedő állatok minden megfontolás, félelmérzés nélkül kifuthatnak az utakra, és könnyen vadbalesetet okozhatnak. Az állatok és magunk testi épsége érdekében a fokozott körültekintés, a lassabb haladás mindenképpen segíthet elkerülni nem csak a tragédiát, hanem a bírságot is. Július közepétől augusztus közepéig mintegy hónapon át zajlik az őzek üzekedése, azaz násza. Ilyenkor az egyébként szelíd és óvatos vadak veszélyérzete jelentősen lecsökken, ösztöneik felülírják félelmeiket. A nap bármely szakában előfordulhatnak, mondja Agyaki Gábor vadász, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Előfordul az, hogy ki szaladnak az úttestre, főútra, autóútra, akár még esetleg, ne adj Isten, autópályára is, ami sokkal nagyobb galibát jelent. Természetesen, bár mindegyik nagy galibát jelent. Úgyhogy ilyenkor
az őz általában a suta megy a bak előtt, és úgynevezett ördöggyűrűnek hívjuk, vagy boszorkánygyűrűnek is nevezi a szaknyelv, amikor körbe-körbe űzi, hajtja a bak a sutáját a borítás előtt. Tehát a szaknyelv borításnak mondja magát a párzást. Tehát a borítás előtt, mert űzi, hajtja, és ebben a látszólag esztelen futkosásban, ami ilyenkor történik, nagyon sokszor előfordul, a suta se figyel, és a bak sem figyel arra, hogy merre mennek, és egyszer csak kint találják magukat az országúton, vagy esetleg a falu szélén, vagy a falu közepén. Tehát minden előfordulhat, őrültek ilyenkor, minden szerelmi násznál, minden vadfaj gyakorlatilag ilyen. Ebben az időszakban a kiszámíthatatlan irányban szaladgáló vadak bármikor keresztezhetik az autóval közlekedők útját, nappal is. Ennek következtében a vadbalesetek száma megnő, hangsúlyozza Agyaki Gábor. A vad és gépjármű ütközést a törvény a veszélyes üzemek találkozásába sorolja már 96 óta. Gyakorlatilag 96-ban egyszer volt egy változás, aztán újból visszakerült ebbe a kategóriába, ami annyit jelent, hogy ha két veszélyes üzem találkozik, akkor mindenki maga viseli a kárt. Az autós az autóban okozott kárt, a vadásztárság vagy a jogosult éppen, aki ott vadászik, az pedig a vadban okozott kárt, hiszen itt is van egy tenyészérték. Vannak bizonyos felróhatóságok a törvény szerint, az pedig a felróhatóságba az tartozik bele, hogyha a vadásztárság mondjuk kihajtja a vadat az útra, tehát egy hajtás van, vagy ilyesmi, és kihajtja az útra, akkor ott a vadásztárságnak felróható ez a magatartás. Valamint, hogyha 200 méteres körzetben az úthoz 200 méterre etetőt helyeznek, és oda szoktatják a vadat. Az autósoknak is van felróhatóság, az ittas vezetés, a gyorshajtás, és minden, ami a kreszbe elő van írva, ezek a felruhatóságok vannak. A vadkárok pedig igen komolyak. Egy őz értéke 2-300 000 forinttól akár 1 000 000 is elérheti, teszi hozzá a vadász. Éppen ezért a kihelyezett vadveszélyt jelző táblákat nagyon komolyan kell venni, hangsúlyozza. Az utóbbi időben sajnálatos módon gyakrabban tévednek fel vadak az autópályákra is, mondja Agyaki Gábor elnök. Egyre gyakrabban, hiszen egyre nagyobb az úthálózat, több az autópálya, és talán nem olyan jók a kerítések sem, nem tudom, ezt én most nem akarok ebbe belemenni. A lényeg az, hogy volt egy jogszabályváltozás, amiben az autóút és az autópálya ugyanúgy beletartozik, tehát nem felrólható az a vadnak. Egyébként ez a legfontosabb kérdés ebben, hiszen a vad a természet része, és itt él, és itt élt mindig is, az, hogy most sokan kiköltöznek, és vesszük el az élőhelyet a vadtól, tulajdonképpen minden nap, minden percben, minden órában vesszük el az élőhelyét, valahol élnie kell, és ezért aztán nem felrólható az a vadnak, hogyha esetleg megjelenik az úton, az autóúton, autópályán, bárhol, hiszen ő itt él, neki itt kell élnie, nem tud máshova menni. Ha utunkban vadak kereszteznek, ne rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez további balesetveszélyes helyzethez vezethet. Ilyenkor lassítsunk és álljunk meg. A szakemberek vadbalesetekre vonatkozó biztosítás kötését javasolják, így ugyanis egy esetleges baleset bekövetkezésekor elkerülhető, hogy az autósnak mélyen a pénztárcájába kelljen nyúlnia. Egy új időszakos kiállítás látható a Bóbita Báb Múzeumban egész nyáron át. A Báb térkép című tárlata Szatmár Németi Harag György Társulat Brigella Báb tagozatának alkotásait vonultatja fel. Az elmúlt 20 év produkcióiban megelevenedő figurákat láthatja a nagy érdemű augusztus végéig. Közös munka révén ismerkedtek meg a bóbitások a Szatmár Németi Harag György Társulat Brigella Báb tagozatának csapatával. A 20 évből 10 éves a munkakapcsolat, ezért többször is volt rá példa, hogy a Bóbita társulata is kiment vendégszereplésre Szatmár Németibe. A Báb Múzeumban látható kiállítás során két évtized produkcióinak báb figuráiból válogattak egy reprezentatív anyagot a Pécsi Báb Múzeum és közönsége számára. Ezt a tárlatot kint is megrendezték. Jelentős magyar művészek, bábművészek, alkotók vettek részt az ő előadásaikban, és a kapcsolat oda visszaműködik, és ez a kiállítás, ez 20 éves fennállásukat mutatja be, amiként is megrendezésre került, és igazgató úgy gondolta, hogy méltóképpen azt a magyar közönség is megismerhesse, ezért elhozta ide hozzánk. Díszletelemek, fotók is tartoznak a bábfigurákon kívül a kiállítás anyagához. A vendégek válogatták az anyagot, a pécsiek rendezték be a tárlatot.
Lehet látni a kis cetlike, hogy nagyon jelentős részében olyan előadások is kikerültek a kiállításba, amelyet a mi tervezünk tervezett Nagy Kovács Géza is, illetve hogy az ottani bábkészítő művészek ki közreműködtek benne, tehát ebből a szempontból vegyes a kép. Idén is jön a Brigella augusztusban Pécsre. A Szatmár Németi Társulat fennállása alatt közel 50 előadást mutatott be, többek között a magyarországi bábos szakma kiváló íróinak, rendezőinek, tervezőinek közreműködésével. A Bóbita Bábszínházzal való baráti és szakmai kapcsolódást előadások, fesztiválok, workshopok is színesítik. A Bábtérkép című kiállítás augusztus 31-ig látogatható. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A regisztrált álláskeresők számára szerveznek képzéseket a Baranya vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási szakemberei. Az induló képzésekről, illetve az ezekhez kapcsolódó támogatási lehetőségekről a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lehet érdeklődni. Elsőként élelmiszereladónak, sütő- és cukrászipari szakembernek, illetve számítógépes adatrögzítőnek lehet majd tanulni az augusztus elején induló tanfolyamokon. A többi képzésről, a képzési helyszínekről, illetve további információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető. Augusztus 1-én megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvtárellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoznak jelenleg, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára szerdán. Az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az Alföldi nyomdában. 42 kiadó, több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett csak nem 200 tankönyv is. Könyvtárellátó cég éves szinten megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszközt szállít 1,2 millió diáknak 4100 iskolába. A 2020-as és 2021-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez. A régió híreivel folytatjuk. Vonalas, kockás, sima, A4-es vagy A5-ös papír és persze a vonalzó, körző, szögmérő, csak néhány fontos kellék az iskola kezdéshez. Mennyibe kerülnek mindezek, mennyire terheli meg a családi kasszát a már egyre közeledő tanévkezdés? Az első osztály megkezdése jelenti a legnagyobb kiadást a szülőknek, hiszen ilyenkor mindent meg kell venni, ami a tanuláshoz szükséges. Riba Irén már 33 éve foglalkozik a tanszerek árusításával és tanácsadással. Óriási listával jönnek a szülők általában az elsős gyerekek részére. Ugye nyilván elsődleges az iskolatáska és a tolltartó, és ezeknek a feltöltése. A tolltartóba színes ceruza, filctollak, a rajzórára tempera, festék, ecsetek, rajzlapok, írólap, és hát füzetek természetesen, és a kötőanyagok kellenek leginkább a füzetekhez. A Szekszárdi Pátrixban nagyon széles a választék, szerencsére szakszerű segítséget tudnak nyújtani a keresgélő vásárlóknak. Fontos körültekintően megválasztani az eszközöket, hiszen füzet és füzet közt is van különbség. Azt mondhatom, elég nagy a szórás, iskolától függen olyan 20-22 ezertől indul, és egészen elmehet akár 40 ezer forintig is, ez csak a taneszközökre vonatkozik, és ezen felül vannak a táska és a tolltartó árak, ami azt mondom, hogy általában egy 25 ezertől 50-ig. Tehát itt is elég nagy a szórás. Tehát itt magas költségekről beszélhetünk az elsősök részére. Hogyha ezt összesítem, akkor azt mondom, hogy 40-45 ezertől egész 100 ezerig is el lehet menni ezekkel a költségekkel. A papírbolt minden évben akciókkal próbálja megkönnyíteni ezt az időszakot. Gyakorlatilag tele van ilyenkor a bolt, füzetből is, de bármiből. Lehet egyszerűt vásárolni nálunk, lehet dizájnost vásárolni, de azért egyébként azt most hozzátenném, hogy ebben az évben szerencsére azt mondhatom, hogy az árak is csökkentek. Tehát vannak olyan beszállítóink, akik például a füzetárakat jelentősen csökkentették a tavalyi évhez képest.
Az alsós évek a családok pénztárcáját és energiáját sem kíméli. A szülőknek pedig sokszor jól jön a támogatás. Az első osztály az ugye egy különösen izgalmas kezdés, azt hiszem minden szülőnek egy olyan kaland, amikor még azt se tudja, hogy milyen kihívások elé fog nézni. Tehát az egy extra dolog, de aztán ugye hál' Istennek nálunk is vannak unokatestvérek, segítési lehetőségek, úgyhogy igyekszünk ezt megoldani. Az elkövetkezendő hetek már az érkező szeptemberi becsengetés jegyében telnek. Felkerültek a polcokra táskák, radírok, tollak. Mindenki válogathat már a nebulóknak. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egy kampányhoz csatlakozva számos helyszínen végzett vérnyomásmérést. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a magas vérnyomás veszélyére és a megelőzésére. A kampány keretében most a szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói körében végezték el a vizsgálatot. A szakemberek a vérnyomásmérési kampánnyal az emberek figyelmét szeretnék felhívni a betegségek megelőzésére és az egészséges életmódra. Májusban kezdődött a Tolna vármegyei Balassa János Kórház szervezésében ez a kampány, itt vármegyékben és településünkön Szekszárdon is, de ebben az évben én azt gondolom örvendetes módon ez meghosszabbodott, és egészen július végéig, most 3 hónapig tart ez a szakasz, melynek ma igazából az utolsó állomásához, a polgármesteri hivatalba való vérnyomásmérési akcióhoz érkeztünk. A kórház munkatársai a kampány keretében az elmúlt hónapokban számos helyszínen végeztek vérnyomásmérést. A szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói közül ehhez több mint 40-en csatlakoztak. Én azt gondolom, egy polgármesternek is kötelessége nem csak ennek a feladatnak a fontosságára felhívni a figyelmet, hanem részt is venni, úgyhogy a polgármester úr jegyzőasszonnyal közösen mi is természetesen örömmel és szívesen részt veszünk egy vérnyomásmérésben. Mint a polgármester fogalmazott, az egészségünkért mi saját magunk is felelősek vagyunk, ha ezért tudatosan teszünk, akkor sok betegséget megelőzhetünk. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere szerint fontos lenne, hogy ne csak vérnyomásmérésen, hanem egyéb szűrővizsgálatokon is minél többen részt vegyenek. Nekem az a meglátásom, és sajnos személyes tapasztalatom, hogy ha időbe megy az ember, akkor sokkal kevesebb költséggel, sokkal nagyobb eséllyel és nagyobb biztonsággal tudják ezeket a dolgokat kezelni. Általános jelenség, hogy elhanyagolják magukat az emberek, elhanyagolja magát a társadalom. Az alpolgármester a nemrég történt szívleállása miatt is komolyan veszi a szűrővizsgálatokat. Hozzátette, előrelépést jelentene, ha ezek kötelezőek lennének. Mint mondta, akkor rövidebbek lennének a várólisták, egyszerű kezelésekkel meg lehetne oldani az embereknél jelentkező betegségeket. Továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb térség a turisták körében. A hetek óta tartó hőség tovább növelte a vendégészakák számát a tónál. A legtöbben hétvégére érkeznek, de sokan vannak, akik egy hetet is eltöltenek a magyar tengernél. Töretlen a Balaton népszerűsége a magyar turisták körében. Ez a budapesti család évek óta visszatérő vendég Balatonszárszón, ahol egy hetet töltenek el. Fürdés az a sláger, de szoktunk ugye vízibiciklizni, szoktunk azért itt a környéken sétálni. Volt, amikor béreltünk biciklit, és környéken is eljártunk erre, arra. Szeretünk itt lenni. Az elmúlt időszak hőhullámai még tovább emelték a tó népszerűségét. Rég nem látott csúcsokat döntöttek a strandok. Jóval többen vannak, azt elmondhatom, hogy 2 hete szombaton olyan szinten csúcsot döntöttünk, hogy nem tudjuk az utóbbi évben, mikor voltak utoljára ennyien nálunk. A vendéglátóhelyeken sincs ok panaszra. Ebben a balatonszemesi lángosozóban már délelőtt is érkeznek a vendégek. Szeretnék egy lángos, fokhagymásat, sóval. Jó, itt lesz fogyasztva? Igen, itt lesz fogyasztva. A vendéglátók azt mondják, az emberek a legmelegebb órákban inkább a strandot választják. Én 10 órakor nyitok, reggel 10-kor, akkor úgy délig 1 óráig van mozgás valamennyi, de változó nem minden nap, és utána strandidő, mert nagyon melegek vannak, és délután 5 órától este 8-9 óráig, mert addig nyitva 9 óráig, 21 óráig, addig van mozgás.
Augusztusra is meleget jósolnak a szakemberek, így a vendéglátók abban bíznak, a következő hónap még a mostanit is túlszárnyalhatja a vendégforgalom tekintetében a Balatonnál. Híradunk végén Baranyi témáig még egyszer röviden. Digitális állampolgár program már lehet előregisztrálni a kormányablakokban. Biztonságos ügyintézés a NAV-nál, PIN-kóddal védik az infovonalon érdeklődő ügyfeleket. Figyelem az utakon, zajlik az őzek násza, a balesetek nagy része párzási időszakban történik. Báb térkép, a Szatmár-Németi Brigádot báb tagozat alkotásai a Bóvitában. Csütörtökön a napsütést már több helyen fátyol felhők szűrhetik, illetve nyugaton és északon a gomoly felhők képződés is erőteljesebbé válik, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli-délnyugati szél több helyen élénk lehet. Országos kánikulában lesz részünk, 32-37 fokos maximumokkal. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!